Üdv mindenkinek, sziasztok! Ahogy láthatjátok, megint egy autós adás van, kettőt tervezett János, de miután ez 750 lóerő, ezért gyakorlatilag összeadódott, úgyhogy XM... Tömegbe is. Tömegbe is, meg Newtonba is az 1000-rel. XM Red Label, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. Csabi, hozzád fordulok, bár narrációban el fogom mondani a száraz tényeket, meg a száraz adatokat, meg a mindenfélét, de ez a különlegességnél, amikor még egy kis csilivel megszórod. Igen, abszolút. Tehát ugye tehát ez ebből is a bélszín homár ágyon. Kb. Ugye ez egy limitált darabszámú autó, tehát hogy ebből tényleg nem létezik olyan sok, ez nem csak egy XM, hanem abból is a top-top, ez a 750 lóerő 1000 newton, ez azért egy nagyon durva szám. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog itt mozogni a szolid alkatával. Szerintem betorpan a rajtnál. Egyébként elmondom nektek, hogy független attól, hogy most látják a nézők, vagy mondjuk egy év múlva visszanézik, biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan kommentek, hogy János ezzel is fog-e driftelni. Ez fölmerült itt többekben kérdésként, én is ezt kérdezném. János, mire számíthatunk ma? Ezt mindig az élet hozza. Művészként, igen. Hogy várod? Na, nagyon várom. Ugye. Hát ugye elég sokat járkáltam egy ilyennel, mert egy BMW-s rendezvény előtt az egy ilyet kellett bejáratnom, csak ugye a gyengébbe. A gyengébbe 650 ló, tehát hogy mit mondjam, tehát hogy mindent értek, de hogy az MGMBH-nak miért ez a második önálló fejlesztése, azt... De ugye, valami nagyot akartak. Igen. Azt sikerült. Ez a Motomottó, mi? Igen. Ő nagy vagy. Játsszátok le, hogy ki kezd, és addig egyébként én elmondom, hogy mind a CS-t, ezt is a, nagyon szép, ezt is a Bavarian Classics-nak köszönhetjük, hogy itt van a csoda autó. Ide nagy a harc. Megy a műsoridő, megy a másodperc. Jaj, de jó! Megy a másodperc, most csorbult ki a másodperc. Igen, Csabi? Megyek én. Nos, tehát ahogy Csabi is említette, a Red Label egy edíció, amely mindössze 500 darabban készül, és szinte már nem is lehet kapni belőle. A kocsi teljesítmény növelésének köszönhetően egészen pontosan 748 lóerőre képes, amely a valaha gyártott legerősebb M-modell szerepét is jelenti. Az M Twin Turbo V8-as erőforrás ráadásul 1000 Nm-es forgatónyomatékával és elektromos rásegítésével 3,8 másodperc alatt repíti 0-ról 100-ra a közel 3 tonnás kocsit, ami valljuk be elképesztő. A tesztautónk Frozen fekete karbon színe, ráadásul szintén egyedi, ezt csak a Red Label verziók kapják, ahogyan a kétszínű ülést vagy a piros kiegészítőkkel szerelt egyedi felniket is. Pár érdekes info. A 197 lovas elektromotorral, ha magában akarnánk haladni, akkor az XM 33 kWh fogyasztást tud, viszont ha lemerült az akupak, akkor is eljárkál 13 literes benzin fogyasztás alatt. A max sebesség szabályozva 250, de igény esetén az M-Driver csomag részeként tud azért 290-et is. A BMW M1-es óta, bárha megnézzétek a garázs tesztet erről, akkor sokkal többet meg tudtok. Az M1-es óta ez a második olyan modell, amit a BMW MGmbH nevezetű alcégre rábízták, hogy csináljanak egy teljesen önálló modellt. Álmodjanak. Igen. Ez sikerült. Persze részleteiben azért egy csomó X5-X6 alkatrész benne van, hiszen persze. Csak erre kifejleszteni mindent nulláról az egy őrültség lett volna, de ugye a 4-4-V8 van benne, ugye megtámogatva egy elektromos résszel. Hogy elhalkítottad? Nem, magától, mert hideg a motor, egy picit hagyom járadni. Ja. Megurulhatsz kettőt is, ha akarsz. Jó. Amikor azt érzed, hogy ready, mind az 1000 newtont összehajtottad. Még gyűjtöm őket. Egyébként az ominózus BMW rendezvényen, ugye amin Csabi a CS-el autóztatott, én 2-3 napig ilyennel vezettem föl utcai túrát, arra azért kegyetlenül jó kocsi volt.
Tényleg az tehát, a furcsa kettőség van benne, hogyha nem sportautóként gondolsz rá, akkor egy, a hátsó ülés az olyan, mint az X-be. Igen, brutálisan kényelmes, lehet. Ugye azon a rendezvényen megkértem ügyfeleket, hogy üljenek be hátra is. Oda voltak még, tehát utazó autónak zseniális. Én mondom, én ugye csak vezettem, és elképesztően nyugalomba, kényelembe, tehát hogy azt kell mondanom, hogy annak, hogy utazz vele, függetlenül attól, hogy kihasználod ezt a bődületes teljesítményt, nyilván az csak 650-es volt, vagy nem, de rohadt jó kocsi. Igen, azért, én is. Csak amikor ki kell fizetni, akkor fáj egy kicsit. Mennem kellett vele jó sok kilométert. Igen. Aztán 2000-et. Igen. És amikor autópályáztam vele, így lementem Miskolcra, még ide oda oda, zseniális utazó autó volt. Az a megtévesztő, hogy egyrészt mert magasan ülsz, másrészt meg tényleg egy ilyen nulla zajszint, stb. Tehát olyan pillanatok alatt gyorsabban mész, mint ami a legális. Igen. És észre se veszed, mert a motor alig forog. Igen. Tehát, hogy így... De szépen kiúszott. Igen. Úgyhogy egy nagyon furcsa kettőség van, de az évelei BMW sajtótájékoztatón ugye láthattunk eladási darabszámokat. Ebből annyit adtak el, mint X3, X4, X5, X6M-ből összesen. Ebből. Az mondjuk nem a Red Labelből, hanem a sima. Hanem a simából, de hát akkor is ez azért azt jelenti, hogy akkor bejött? Igen. Még nem annyira meleg a hátsó. Még nézni is rossz. Na, maradjunk annyiba. Csaba melegnek ítélte a járművet. Igen. Azért ennek a gyorsulási adatára is kíváncsi vagyok már, hogy mit ér el, meg majd az átmeneti ére. Mm. 73. Az sportautókat meghazottoló tempó, igen. Hát ugye a 1 millió newtonméter, meg a... És az a kemény, hogy nem csak, hogy megmozdul a hátulja, hanem elkezdi megemelni az elejét, és kihajtja a hátulja a kanyarból. Nagyon durva. Picit megint megmozdult neki, a gyorsítás van. Ott lehet egy külön kihívás megállni. Megállni, igen, arra kíváncsi vagyok az, hogy lehet meg azt a kanyart ugye ezzel a súllyal befordulni, ott mindig szoktatok csúszkálni. Igen, kicsit hallom, hogy úszott, igen. Az a baj, hogy beleváltott, és ugyanúgy, mint a szuperkár, nem fáradt el tőle. 109 az átmeneti sebessége, srácok. Ú, Isten! Jézusom! Hát, ha valami beteg... Jó, hát valamivel el kell menni a boltba, vagy elvinni a gyereket a fogadába. Igen. Csak csúnyán beszélni tudnék, az az igazság. Az első kör ideje 47-es, 859. Az összidő 1 perc 30,855. A két körön már a Cayenne Turbo SE hibridet megveri, ott az X3M Competition-nel van majdnem pariba. Egy köröm pedig kap 1/10 az X3 Competition-től, és 7/10 az X6M Competition-től. A 7. szabadidő autó. De az iXM60-at pont megveri 1/10. Hát valószínűleg tömegben hozzá közelebb. Igen. 47859. Rogér Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogató analitika 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperiontól.
47859, ami egy tizeddel gyorsabb, mint az iX M60. Ugyanúgy egy tizeddel gyorsabb, mint a Cayenne Turbo SL Hybrid. Viszont egy tizeddel lassabb, mint az X3 M Competition, és 7 tizeddel lassabb, mint az X6 M Competition. Aha. És az RSQ8? Az RSQ8-nál pedig 1,3-mal lassabb. Hát persze, tehát ez egy akkora monstrum, úgyhogy nagyon nehéz befordítani mindenhova. Cserébe kifele jött, úgy láttuk. Igen, igen. Tehát erő az van, azzal nincsen gond, meg a kigyáratnál már úgy oké, de megfékezni és elfordítani az összkerék kormányzás ellenére azért úgy illeszgetni kell, mire arra megy, mert ezek a szűk kis kanyarkák, ezek nem nekivalók, néhogy kedvem lett volna így egyenesen mindenen keresztül. Arra tervezték igazából. Igen, igen. Egyébként nem tudom azt mondani, hogy nagy tapasztalatom van benne, úgyhogy ilyen vaktába találgatok, de így az az érzés fogalmazódott meg, hogy véletlenül ilyen lehet valami elefánttal táncolni, vagy nem tudom, mert így próbálod szépen mozgásra bírni. De egy nagyon combos elefánt tart. Egy ilyen agresszíve fajtával, nem? Nagyon, nagyon. Akarja csinálni, amit szeretné, csak hát nagy vagy. János? Úgyhogy, hát érdekes élmény, maradjunk annyiba. Azért a 47-800 egy ekkora autótól... Ez beteg. Brutális. És úgyhogy nem jön ki a teljesítmény, mert mire végre úgy elindulna rögtön rendesen, akkor már fékezni kell, hogy valahogy elforduljak. És a lassabb kanyarokban nehezebb befordítanod? Hát igen, 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 azért... Mert azt néztem, hogy például az egyenesre kigyorsítás még a éles körbe is megúszott a melegítésre. Mert úszik, nagyon... csúszik az egész, persze, még még kicsit ugrál is, ugye legkeményebbre rakom a futóművet, kicsit még arrébb is ugrál az egész. De ezeket a szűk kanyarokat nem annyira szereti, de erővel nincsen baj, meg úgy kijön belőle, és tényleg próbálja csinálni, csak ez neki nagyon kicsi. Úgyhogy... Nem tudom, hogy pontosan mire jó továbbra se ez az autó. Arra viszont egyébként nagyon kíváncsi lennék, hogy mondjuk a Balatonon, mert gondolod ez kicsi, de hogy az RSQ8-at ott meg tudná-e közelíteni, ami ugye, mint tudjuk, ráadásul el is fogyott. Aminek a féke el is fogyott. Féke egy picit el is fogyott, igen. Egyébként menni meg megy, mint a veszedelem. Igen. Tehát azzal nincsen gond. Márpedig ott inkább arra van szükségünk. Ugye... A belső hang is tök jó, olyan sportos, meg egyébként hétköznapi használatnál, mondjuk egy X6M-mel összehasonlítva, vagy X6M Competition-nel összehasonlítva, kevesebbet is tud fogyasztani, meg a hibrid hajtás miatt akár teljesen elektromosan is tudsz menni, ezek igen, tök jó dolgok, de hogyha csak a teljesítményt nézzük, akkor nyilván ez a plusz tömeg, tehát neki is csúszik. Neki is kiúszott, igen. Azért mondom, hogy ez nem feltétlen az, hogy a gumi milyen, hanem egyszerűen ez... Itt már ez fizika van. Fizika, igen. Az 1000 newton, meg a 2,78 tonna az... neked 119 volt, el is kellett fékeznie. Szerintem már fönn is van a nyomás nagyon. Nagyon, nagyon... Végig úszik. Igen. Igen. Meg egyébként egy ilyen autónál azért János agresszívebb bekormányzó stílusa nagyon gyorsan elmelegít. Főleg egy ilyen meleg napon. Viszont az nagyon vicces, hogy a sikán féktávon hallom, hogy egy versenyautó, ahogy visszavált. Hát nagyon nehéz a mozgást, a hangot, meg a látványt összehasonlítani, vagy összerakni. Teljesen nincsen szinkronban. Nem, nincs. Sokkal szebb volt János, sokkal szebb. Másodikra. Én azt hiszem, hogy te nyertél, de azért meghallgatjuk. Az első kör ideje 48,839. Egy másodperc. Az összidő 1 perc 32,436. És 1,6. Uh-huh. Akkor a második köre már egy kicsit jobb volt. De hát azért messze te nyertél most. Ez az autó nem ezt szereti. Nem tudom még mit, de még mit nem szeret, azt nem tudjuk, igen. Nem, azt még nem, de ezt nem. Tudja. Tudja. Ezzel nem menjen senki azért pályán. Tudja, csak nem könyörög érte. Nem, azt nem. Na, Mizu? Azt néztem, hogy mi lóg a hátuljáról, de semmi.
Mi rógna? Valami, ezért összeszedtél. Valamit felkapott. Igen, valami kis gumidarab. Még fehér vagy ilyen? Nem a kocsiról származó termény. János, egy másodperc az első körön és 1,6 összesen. Szép volt a köröd is, de olyan, mintha a testírusod nagyon túlmelegítette volna az elejét, mert már nagyon, nagyon daráltad. Valahol meg csúsztam keresztbe, aha, tehát egy ilyen furcsa volt ez is a kicsit élményben a X545E. Csak nem mondok olyan szavakat, meg amúgy ahhoz képest kiszámíthatóbb, de néha ortolós volt, néha meg tök furcsa, mert elkezdett úszni, mondom, rányomom a padlót, már úgy éreztem, hogy már szinte befordultam, és ott még nagyobbat rárugott a hajtás, úgyhogy egyszer csak az ilyen csúszásból lett egy ilyen... A hátulja nagyon eltud, pedig sima 4WD-ben, nem 4WD-sportban. Igen, tehát hogy olyan, néha nagyon hirtelen jött meg az eleje. Igen, tehát ha valami nem én vagyok, akkor az ez. Ugye eleve nem vagyok egy SUV rajongó, de ez meg így már ilyen nekem nagyon sok minden szempontból. Lóerőből is, meg tömegből is, meg mindenből. Értem, hogy miért csináltak ilyet, de igen. Hát meg az eladási számok meg őket bizonyítják sajnos. Hát meg ugye igazából nem a magyar piac, hanem nem. Mindenhol más. Ugye, de ez az autó elve egy ilyen extrovertált stílus. Persze. Akar lenni, hát az is. Hát meg mivel jártam már sokat, azt kell mondom, bár ide nem való, utazóautónak zseniális, tehát ezt továbbra is tartom. Tökéletesen jó végszó, jövő héten jövünk vissza, addig Insta, Facebook, YouTube, tartsatok majd jövő héten is velünk. Köszönjük, sziasztok! Üdv mindenkinek, sziasztok! Visszatértünk ezen a héten is, két igen különleges autó lesz. Lesz egy Lexus GS és lesz egy Mitsubishi, ami nagy kedvencem. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BB Fight. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Láttájming adásokról sem.